Az országgyűlés tavaly új törvényt alkotott az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében. Az új jogszabály értelmében Magyarországon minden településnek 2017. október 1-ig meg kell alkotni a településképi rendeletet, valamint el kell készíteni a rendelethez tartozó településképi arculati kézikönyvet. Ez egy szemléletformáló kiadvány, arra szolgál, hogy ha bárki a városban, egy városlakok közül építeni szeretne barcikán, akkor ezt milyen keretek között teheti meg. Ennek kapcsán nekünk végig kell menni a városon és befotózni az összes jó példát. A városban ez vonatkozik köztérre, egy szép kerítése, egy szép homlokzatra, vagy a területre jellemző, mondjuk őshonos növényfajra. Az önkormányzatnak ebben a rendeletben kell meghatározni a településképet formáló részletes szabályokat, követelményeket, valamint a helyi védelemre vonatkozó előírásokat, amely tulajdonképpen a város hagyománytörző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését. Kialakítását jelenti. A településképi rendelet előírásokat fogalmazhat meg többek között a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan. Ahhoz, hogy a kazincbarcika a település képét meghatározó adottságokról pontos képet kapjon az önkormányzat, települési értékvizsgálat szükséges, amelyhez az épületeket és a település részeket számba kell venni. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet kiegészítésénél kiemelten fontos szempont, hogy az széleskörű helyi társadalmi bevonás mellett történjen. Szívesen veszük a lakosságnak a részvételét, lakossági fórumok lesznek, szívesen várjuk az ő fotóikat, például, hogyha, hogyha, a városba találnak szép példákat, és amennyiben mi is úgy ítéljük meg, hogy valójában elérje ez azt a minőséget, amit a város képvisel, akkor ezt bele fogjuk tenni a település arcöti kézikönyvbe. Az első tájékoztató jellegű lakossági fórum pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információt Kazincz Barcika város honlapján, a KVTV képújságjában, valamint a hétben találnak majd.